Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban? Love Story. És azután. Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök a Love Story és azután című műsorunkat látják. A műsor alapötlete az volt, hogy házaspárokat mutatunk be, keresztény házaspárokat, akiknek olyan az életük látszólag, mint kívülről mindenkinek, de az életük folyamán a Love Story és a csodálatos egy év, két év után a gyakorlati életben felmerülő problémákra a hit hátteret szeretnénk kidomborítani, és ez a műsor azt célozta meg, ez a vágyunk, kettőnknek úgy született ez a műsor ötlet, hogy segítsünk olyan házaspároknak, akik ezt remélhetőleg nézik a műsort, vagy legalább az egyik fele a házaspárnak, akik esetleg váláson gondolkodnak, vagy nem túl békességes a házasságuk, hogy igenis van megoldás, mert valóságos életeket mutatunk be, valóságos problémákkal, és hogy a hit, az Istenbe vetett hit és bizalom hogyan tud segíteni nehéz helyzetekben, hogyan tud átjuttatni bennünket különböző problémákon, amit nem tudunk mi sem elkerülni, akik hitben járunk. Úgyhogy ezen a mai adásban, ebben a mai adásban szeretettel köszöntjük a meghívott vendégeinket, és hadd mondjam még mielőtt a nevüket is mondanám, hogy ők különösen járatosak a házasság és a házassági problémáknak a megoldásában, és erről majd gondolom többet fognak ők beszélni. Bedő Imre és kedves felesége Bedő Eszter a mai vendégünk, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és csak két rövid mondatba bemutatkoznátok, és utána mindjárt belevágunk majd a Love Story-ba. Kezdte. Én erdélyi születésű közgazdász vagyok. Voltam diákvezér, nagy politikában szereplő még annak idején, utána nagyvállalati vezető, voltam bankban dolgozó banki ember, nagyvállalati vezető, majd saját cégeimet csináltam sokáig, és amikor ebből kiszálltam, akkor alapítottam meg a Férfiak Klubja mozgalmat, hogy a férfi értékeket egy picit összerázzuk, és a férfinő szövetséget megerősítsük. És ma ugye valójában ez lett az élet misszióm, tehát ebből már nem fogok kiszállni, és nagyon örülök, hogy a feleségem velem együtt dolgozik ebben. Igen. Én is közgazdász vagyok. Én egy multikarriert kezdtem el nagyon hamar, viszonylag fiatalon. Voltam projektmenedzser voltam, de nagy nemzetközi cégeknél dolgoztam. És amikor mi megismerkedtünk, de majd erről lesz szó, és mi úgy döntöttünk, hogy családot alapítunk, akkor én ezt a multikarriert a hátam mögött hagytam, mert azt gondoltam, hogy a család és a gyermekeknek a hátterének a biztosítása az egy sokkal fontosabb dolog, mint hogy az én karrierjem szárnyaljon. És aztán fokozatosan kezdtem visszatérni a munkavilágába, de amikor az ember mellett valaki ott van, aki egy ilyen missziót visz, és van szaktudása hozzá, akkor szinte természetes lesz, hogy már nem egy multicéghez fogok visszamenni dolgozni. És hát nekünk megadatott az, hogy az Imrét támogassam most már ebben a misszióban. Eleinte még kicsik voltak a gyerekek részidőben, aztán pedig egyre több és több időt töltve, úgyhogy mára már én is a Férfiak Klubjában dolgozom, mint programigazgató. Akkor kvázi sülve-főve együtt vagyok. Pontosan így van, igen. Igen. És hát én mondjuk sokat vagyok úton, Eszter van inkább bent az irodában, ott is az emberekkel foglalkozik. Én ritkán megyek be, és akkor mindenkinek a látást meg a lelkületet teszem ehhez hozzá. Viszont ha nem vagyok bent, akkor is naponta szerintem 15-20-szor telefonálunk, de úgy, hogy ez nekünk tetszik. Mert van, aki 15-20-szor telefonálgatnak és zavarják egymást, és egymás idegeire mennek, de nekünk ez egy természetes dolog, ha valahonnan kijövök, vagy ő, mi van, hogy van, hogy vagy, és akkor, de tudunk a gyerekeinkről és a munkáról is, és amikor bent vagyunk, akkor is. Tehát végül is talán
nem igaz az alapvetően és törvényszerűen, hogy akik együtt dolgoznak, az egy szörnyű dolog. Uh-huh. Hozhat ez többet is, mint amennyit visz. Van. Hát vannak surlódások, de többet hoz, mint amennyit visz. Az, hogy ugyanabban a közegben, ugyanazokkal a feladatokkal, ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokkal a problémákkal, és ezt tudjuk, ismerjük, ez szép lehet. Igen, szerintem sok megértést hoz. A másik, ami így eszembe jutott, hogy Imre beszél, hogy nálunk ő az, aki szárnyal, aki megy előre, a stratéga, akinek a víziói vannak, és én meg így a projektmenedzser és az adminisztratív mi voltomból, bár nem szeretem az adminisztrációt, de a projektmenedzsment mi voltomból én vagyok az, aki egy kicsit próbálja mindig lerángatni a földre, hogy jó, de akkor ezt meg is... Lepkihálóval levadászott, hogy igen, a realitások talaján picit, kérem. Azt nem mondom, mert nagyon kell figyeljek, hogy ne nyírbáljam le a szárnyait. Tehát azt nem szeretném, az nem lenne jó. De hogy úgy egy kicsit úgy irányítsuk az ő repülését, az egy fontos dolog. De ne menjünk gyorsan bele a dolgokba, hanem azt beszéltük, vagyis erről szól a műsor, hogy indult a Love Story-tok. Ki kezdi? Hát atipikus. Most, bár most a mai világban... Te kezdted akkor is. Én kezdtem. Igen. Én kezdtem. Mi az interneten ismerkedtünk meg, egy internetes társkereső oldalon. Ja. És akkor már nem voltunk fiatalok. Tehát már a 20-as éveink végét tapostuk. Én biztosan. Valaki a 30-as évei elején. Igen. Köztünk idősebb, igen. És én soha senkinek nem írtam társkeresőn, soha senkivel nem ismerkedtem társkeresőn, és én akkor egy nagyon hosszú, komoly kapcsolat után voltam tudatosan nagyon sokáig egyedül, hogy én elrendezzem azt, hogy én mit szeretnék. Mert én akkor már egyáltalán nem egy párkapcsolatot kerestem, egyébként én soha. Tehát én mindig egy társat kerestem, és hogy én milyen társat szeretnék, és én nem is tudom, hogy jött ez, de felregisztráltam egy társkereső oldalra, és egyetlen embernek írtam, az a Bedő Imre volt. És azért ezt, mivel hogy tényleg mondtad, atipikus egy kicsit, hogy aztán ebből házasság is lett, abból a szempontból még inkább, bár én nem vagyok nagyon járatos ilyen dolgokban, társkereső oldalak böngészésében, de az, hogy mi ragadott meg akkor abban, hogy eddig ilyet soha nem csináltál, és akkor hoppá, itt van ez a fiatalember, aki megragadott téged. Én megmondom őszintén, hogy én fényképeket nézegettem, és mondhatjuk azt, hogy ez most mennyire a külsőség, de én az Imréről volt fenn egy kép, ahol belenéztem a szemébe, és én ott így tudtam. Tehát ezt nem tudom megmagyarázni. Ezek azok a dolgok, amik szerintem rajtunk kívül állnak. Én belenéztem a szemébe, és azt mondtam, hogy ő az én társam, ami egy teljesen irracionális, ha belegondolunk, és hát ezt az ember utána így le is söprő, hogy jó, persze. És akkor én így írtam neki, és köztünk egy elég furcsa párbeszéd alakult ki, mert az első válaszlevel az volt, hogy ne haragudjon, de az ilyen vízöntő típusú nőkkel más szóba, köszönöm szépen. Aha. Tehát így indult a mi kapcsolatunk. De hogy élted meg, Imre? Én arra is tanítom az embereket, de én magam is úgy éltem akkor is, hogy én minden párkapcsolatot nagyon komolyan vettem, hogy és igyekeztem mindig keresni benne a jövőbeli feleségemet. És én is egy hosszú kapcsolat után rájöttem, hogy egy sokkal fiatalabb lányjal voltam együtt hosszú éveken át, és hogy a gyerekemmé vált. Tehát, hogy soha nem fog tudni felnőni, egyenrangú társammá válni. És uh-huh. nagyon szerettem, de elmentem az anyukájával is, nagyon jobban vagyunk azóta is, és elmentem hozzá, és azt mondtam az anyukájával is, megbeszéltem, hogy megnyomorítanám őt is, és magamat is, mert ebből nem lesz felesége. Ez a viszony, elváltak az ő szülei, és én egy ilyen pótapává váltam, és én 29-től 33 éves koromig jártam bele, és ő meg 19-től 23 éves koráig történt ez. És hogy milyen érdekes, hogy az ember meghozza ezt a döntést, hogy mert én családot akartam, én egyenrangú társat kerestem ehhez, és nem pedig valakit, aki jól néz ki, valakit, akivel el lehet menni szórakozni. Nézzen ki, el lehessen menni vele szórakozni, lehessen vele kirá, mindent lehessen csinálni, de egyenrangú társ kell az életbe. Uh-huh. És így, amikor ebből kiléptem, akkor nyilván van az emberben 33 évesen is egy ilyen pánik, hogy vajon akkor mi lesz, és én is azért regisztráltam föl erre az oldalra, hogy hátha. De nem voltam hozzászokva, tehát mindig én vagyok a kezdeményező, én nézem ki, hogy nekem egy nő kezdeményez, ugye, tehát ez egy ilyen, nem volt komfortos. És ezért olyan óckodtam ettől a dologtól, és később kiderült, ugye, hogy az isteni vezetés milyen,
hogy kiderült, hogy ameddig én választottam és én néztem ki, ugyanazokat a típusú nőket, ugyanazokkal a típusú problémákkal találtam meg, és körbe-körbe jártam az életembe. És most így szállt be az angyal az életembe, hogy beszállt kívülről, de meg kellett törni ezt az ördögi kört, mert ha nem, akkor mindig ott válogatnék ugyanazt a típust, ugyanazokkal a problémákkal. Ez nagyon jó. És hogy és meghallottam ezt a kis csengőt, hogy talán itt van egy lehetőség arra, hogy kilépjek ebből, hogy engedjek valami olyannak, amit azelőtt nem tettem volna. És ez pont így történt, hogy kiléptem az ördögi körből, és egy új pályára angyali állt az életem. És úgy, hogy beléptem az angyaliba, igen. És a szerelem hogy indult? Első randi? Hát olyan, mi nagyon hamar találkoztunk. Uh-huh. Tehát nagyon hamar túljutottunk ezen az első levelezgetünk időszakon. Mind a ketten már nagyon tudtuk, hogy mit keresünk. Nagyon, nagyon tudtuk, hogy mik azok az értékek, amik nekünk fontosak. Tehát én sem voltam fiatal. Itt visszakanyarodnék az, hogy igen, nekem is nagyon nehéz volt, hogy 28 évesen úgy egyedül maradni, hogy tudtam, hogy lehet, hogy benne van az, hogy nem találom meg a társamat, pedig családot szeretnék. Uh-huh. Tehát ez egy nehéz döntés volt. És maga a szerelem az nagyon-nagyon hamar. Tehát, hogy mi az első alkalommal, amikor találkoztunk, az is egy érdekes történet volt, hogy mind a ketten dolgoztunk. Én akkor egy üzleti tárgyaláson ültem, ahonnan nem tudtam felállni, és 6 órakor mondjuk, azt hiszem 6-kor kellett volna találkoznunk, mert ez nem munkaidő után van. Egy ilyen kávézóban. És késtél az első randira? Nem késtem, hanem mondjuk ilyen 17:30-kor írtam a még ismeretlen ugye hölgynek, hogy bocs, de egy tárgyáson ülök, és majd szólok, amikor föl tudok állni. És 7 után, a 6-os randi indulás, 7 után szóltam, hogy most tudtam fölállni, és akkor 19:30-kor startolhatunk. És ő is addig a munkahelyén volt, és ugye azért ez rögtön egy próbatétel indul, hogy vajon van-e ilyen egóbüszkeség, mert igen. Én nem egóbüszkeségből tettem ezt, hanem lehetetlen volt abból a közegből kijönni. Olyan dolgokról volt szó, olyan tempóban ment, olyan fajta veszteségek érhettek volna. És az, hogy valaki, az első nő volt az életemben, aki ezt ilyen természetesen vette, ja persze, van ilyen. És azt gondoltam, hogy hát ez már egy jó indítás. Nem azért, hogy én később ezzel visszaéljek, mert ugye ez az is lehetett volna, hogy ja, ha így van, akkor mindig az üzlet az első. És ugye ez aztán később gondolom az ő részéről is bebizonyosodott, hogy én nem ilyen vagyok, de hogy ilyen jól indult ez, és nem az lett, hogy hát akkor menj a fenébe, különben. Hanem, ha itt nem ér neked az első randi. Hogy az első randiról egy másfél órás csúszással. Ugye, igen, ennek szerintem két oka volt. Tehát egyrészt az a fizikai oka, hogy én is multinacionális környezetben szocializálódtam, tehát tudtam, hogy ilyen van. A másik meg az, hogy korrekt volt. Tehát hogy jelezte előre, hogy figyelj, ne haragudj, itt probléma lesz. Én azt gondoltam, hogy ez meg egy nagyon udvarias, korrekt dolog, és szólt. Tehát nem az volt, hogy én ott várjak, és akkor igen. Az nyilván más helyzet lett volna. Úgyhogy ez egy tiszta kommunikáció volt, egy tiszta helyzet, és én azt hiszem, hogy ennél több nem is kell egy párkapcsolatnál, amikor ez egy ilyen nyílt őszinte. És egyébként ez jellemezte az első randinkat is, hogy mi leültünk, és mind a ketten, és ez egy nagyon fontos momentum, ezen most gondolom, nyíltan, tiszta szívvel, kiteregetve a kártyákat tudtunk odaülni. És először, felajánlani igen. Azt, bocsánat, hogy igen. Ez vagyok én, szeretni, tehát ha jó, ha nem jó, akkor menjünk tovább. Mert hogy már talán ez az érettség megvolt bennünk, hogy tudtuk, hogy értékes vagyok. Csak nem biztos, hogy összepasszolunk. Mm-hmm. Tehát, hogy ezt már lehet egy igen, ponton és hogy ne fussatok fölösleges kört, nincs mit takargatni, minden kártyát kiteríteni, bocsánat, hogy így fogalmazom. Az udvarlás lényege is ez egyébként, hogy nem az udvarlás lényege, hogy önmagadról egy idealizált képet fessél, mert 2-3 év múlva lehull ez a lepel, hanem hogy megmutasd, hogy te ki vagy, hogy a másik abba szeressen bele, vagy azt értse meg, mert a hibáidat is jobb, ha előre tudja a nagyokat, vagy valami legalább egy kis részét, mert aztán lakva kiderül a többi, de az őszinteség az nagyon-nagyon fontos, pontosan a kockázatcsökkentés érdekében, hogy de nekünk ez egy ilyen magad, az volt a jó ebben, hogy nagyon természetes volt, nagyon
az értékrend nagyon egy hullámhosszon volt. Rögtön kiderült azon az estén, hogy mik az értékrendek, vagy ezt már előre megbeszéltétek? Nem előre. Az akkor és utána olyan magától értetődően fejeztük be egymás mondatát. Az érdekes, ugye, hogy az Eszter is, ugye, lehet, hogy mondjuk a családjában levő, tehát a más családtagoknak az értékrendje eltér az övétől, ő viszont nagyon közel áll hozzám. Tehát, hogy nem is annyira is az van, csoda, hogy az egész családi értékrend, hanem ő maga is rendelkezett egy önálló, jól kiforrott, kiérlelt értékrendet. Én ugye 18 éves koromban eljöttem otthonról, mert Csíkszeredai vagyok, és Csíkszeredában nem volt egyetem. Tehát mi tudtuk egész gyerekkorunkban, ugye a szüleink is ugye felsőoktatási végzettségek voltak, tehát majdnem egyértelmű volt, hogy egyetemre kell majd menni, vagy oda fogunk menni, és akkor tudtuk, hogy 18 éves korunkban ugye búcsút kell inteni az otthonnak, és tehát azért az, hogy én 33 éves koromban 19 évesen is önálló voltam, és az Eszter is egy abszolút önálló, a családjáról levált személy. Igen, ennek két oka van, ezen sokat gondolkodtam. Én egy ilyen sportoló voltam, az azért nagyon sok önállóságra nevel. Mondhatok olyat, hogy 13 évesen én Ausztráliában voltam 3 hétig teljesen egyedül. A mobiltelefonok nélküli korszakról beszélünk. Tehát, hogy az szabad is azért... Szabad tudni, milyen sport? Én ritmikus gimnasztikáztam 14 évig. Tényleg? Így van. Igen. Szeretjük a lányunk. A lányunk is csinált egy órát. Úgyhogy ez is megnevelt, illetve... Én ugye budapesti vagyok, és én Budapesten jártam a külkereskedelmi főiskolára, de utána egy évre ösztöndíjjal Hollandiába kerültem, ahol én ott nőttem igazán föl. Tehát ott, amikor az ember ugyanígy megérkezik, és mobiltelefon nélkül tudja, hogy egy hónapra van elegendő ételre pénzem, tehát itt most azon kívül, hogy eljárok az egyetemre, ezen kívül meg is kell keresni a megélhetésre valót. Szóval én ott felnőttem, ott nagyon felnőttem, tehát én is azért ilyen módon 21 évesen nagyon önálló voltam már. Hadd kérdezzek vissza, milyen volt először igazából belenézni a szemébe? Kopott, vagy erősödött? Ezt is megkérdezhetem. Nem, én valahogy azt éreztem, hogy oda tehetem az életem. Wow, tehát ez látszódott az ő szemében, hogy én ide tehetem. És megmondom, barátok, sőt a saját édesanyám is, amikor azt mondta, hogy, szóval, hogy túl hamar, hogy ez ebből baj lesz, hogy úgy teszed az életedet, hogy ők ugye azt is mondták, hogy feláldozod az életedet, de ők ezt nem értették talán. De itt belül érezted. Hát itt. Tehát, hogy ez ilyen, nem volt kérdés. Ez egy nagyon érdekes. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltak súrlódások, vagy minden tökéletes lett volna, vagy ne gondolnánk más bizonyos dolgokról, de ez mindig ott volt a szemében. Gyönyörű. És ott is lesz. És a te részedről, így az első randi utáni benyomás, már személyes találkozás után. Én akkor kezdtem utazni ebben a számomra idegen világban, ami a idegen világ volt az, hogy van valaki, aki tényleg angyalként beszáll az ember életébe, és hogy végső soron én is engedtem, rábíztam magam, mert itt kiesett az a kontroll az én kezemből, hogy én mondom meg, én vezetem, én választom ki, hanem úgy szépen valahogy ez így össze tudott nőni. Tehát valójában mind a kettőnknek kellett ebben nem volt görcs, hanem inkább egyfajta rutin, ugye? Tehát lehet, hogy az emberek és mi is a saját életünk rutinjainak a csapdájában vagyunk, hogy mindig ugyanúgy csináltuk, akkor azt ugyanúgy csináljuk következőkor is. Csak az ugyanúgy rossz lesz, tehát, hogy ebből kijönni, és hogy milyen érdekesen száll be az ember életébe az angyal, ugye? És van olyan, hogy elhesegeti, mert én is megtehettem volna, hogy nehogy már nekem fütyüljön kicsi vonat, ugye? Hanem úgy meg kell hallani ezt a pici, nagyon halkan szóló csengőt, hogy talán itt van valami, ugye? És valahogy ez sikerült. Utána még sok ilyen történetünk van közösen is, de az én életemben más ilyen vízválasztók is történtek így, tehát ilyen nagy útelágazások, ahol jött egy ember, és azt mondta, hogy
és azt az egy negyed mondatot kellett meghallanom az 1500-ból, ami miatt elment valahová. És ők lesznek az angyalok az életedben. Igen. És nem mindig olyan formában jönnek, ahogy számítunk rá. Igen. Mennyire mindig nyitva kell lenni arra, igen, hogy a másik ember valami olyat mond, amit te nem tudsz. Bárki legyen az, tehát bárki. Igen. És ez azóta ez egy élvezet, amit csinálom, de az Eszter az nagy megerősítés volt abban, hogy jöhet valami úgy fentről, amit mi nem, mint mi, tehát nekünk nem volt ez így saját tervünkben, hanem egy kívülről összehozták. Két kérdésem lenne egyszerre, hát az egymás után ugye időben, de az egyik az, hogy akkor, ha jól értelmezem, tudatosan döntöttél úgy, hogy szakítasz az előző kapcsolatoddal, vagy kvázi levágjál egy újabb köröket, amit tudtad, hogy megint kezdődne esetleg, tehát ezt fölismerted, és itt van mindjárt egy kérdés, hogy és ezt a te életedben nem tudom, hogy pontosan, hogy ott mondhatod, hogy vége volt egy hosszabb kapcsolatnak, hogy nagyon sokan nem mernek kilépni egy-egy kapcsolatból. És tehát én is látom lelkipásztorként is, meg bocsánat, nem csak lelkipásztorként, hanem így mint embereket nézve az életüket, hogy az egész életüket leélik úgy, hogy végül is tudják, hogy hát nem ez az igazi, de hát most már megalkuszok vele, végül is aranyos, meg minden, és valahogy nem tud kibontakozni, ahogy te is mondtad, hogy megnyomorítanád az ő életét, meg végül is a tiédet is, hogyha nem vetnél ennek véget. Tehát ehhez kell egy nagyfokú bátorság, én úgy gondolom, hogy, hogy azt mondani, hogy nem, itt és vége, és inkább egyedül maradok, és tisztázom magamban, hogy ki vagyok, hogy vagyok, mit akarok, és onnan indulok ebből a nézőpontból. Azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy ezt valahogy egy pár mondatban még összefoglalnátok ennek a önkeresés felnőttként, tapasztalattal a hát mögött, és egy új jövő képet kiformálva, mert ezt sokan meg akarják spórolni. Tehát én az Eszternek át is adom, ezt akartam, a saját történetemet nagyjából elmondtam, csak annyit tennék hozzá talán, hogy nem is annyira egy idealizált nagy őt keres az ember, hanem ha már nem az, aminek lennie kell, akkor már ki kell lépni, akkor már nem érdemes. Nem egy házasságból kell kilépni, hanem az, hogy elkezdődjön. A házassággal kezdődne, és ha már a kezdetben nem az, akkor kell. Tehát, és az, hogy valami idealizált valamit keresünk, az egy másik csapda, mert az igazság a kettő között van. De ugye mi mind a ketten ugyanabban a helyzetben voltunk, hogy tudtuk, hogy ez nem az. Én egy 7 éves kapcsolatnak vetettem ugyanígy nagyon tudatosan véget, egy nagyon jó emberrel. Ez egy milyen nehéz dolog. Nagyon. Végül ez egy közös megegyezés volt, de nálunk alapértékrendbeli dolgok nem stimmeltek. És a házasság, hogy ő egy papírnak gondolta, nekem az sokkal többet jelentett. Ugyanakkor egy fantasztikus ember volt, tehát jól kijöttünk. Jó, de hogy mégis ezek az, hát nem apróságok, tehát ezek a sziklák nem voltak rendben. Hogy tudsz még erre példát mondani? Hát tudok, tehát hogy egy kicsit ő a gyerekekhez is úgy állt hozzá, a kommunikációban nyilván ez lejött, hogy jó, hát majd ha már tud beszélni, meg minden, akkor már lesz, amit kezdeni vele. Nekem ezek nem ilyen dolgok voltak az életemben. És volt, én nem felejtem el egyébként, hogy volt, hogy az ember ezt mennyire tudja igazán, csak elnyomja magában. Uh-huh. Volt egyetlen momentum, amikor így, mi azért együtt éltünk, régóta együtt voltunk, tehát mindenki azt gondolta, hogy ez már így marad, és jól ment a sorunk, nekem nagyon fantasztikus karrierem volt, neki is szintén. Tehát ez egy ilyen kívülről ilyen mesének tűnhető dolog volt. És mégis az embert ezek a dolgok nem hagyják nyugodni. És én elég sokat gondolkodtam rajta, de ezt pont egy ilyen nagyon tudattalan pillanatban kaptam egy olyan kérdést, hogy hát akkor már lehetne is gyerekünk. És az első ösztönös reakcióm az volt, hogy na csak azt ne. Belül. Nem mondtam ki, és erről ott nem is beszéltünk, de én akkor elkezdtem egy nagyon komoly önvizsgálatot tartani. Miért ez az első reakcióm? Miért? Pont ezt akartam kérdezni, hogy lehet, hogy akkor szembesültél vele, hogy felszínre törd benned. Abszolút. Ez a csengő. Ugye? Igen. Ez a megint ez a csengő. És én akkor erre elkezdtem hallgatni. És ez nem az történt, hogy
akkor itt most rögtön felborítok csapott papot, hanem elkezdtem megvizsgálni ezeket a dolgokat, elkezdtem önvizsgálatot tartani, még jobban átgondolni, hogy mik is a fontosak nekem, itt mélyre menni, és akkor egyszer én leültem vele, és feltettem egyetlen kérdést neki, hogy ő nem érzi-e azt, hogy egy kicsit ilyen idegenként élünk egymás mellett, bár nagyon szeretjük egymást. És azért ő egy olyan ember volt, akivel utána elmentünk együtt, lementünk a befagyott Balaton jegére, és órákig beszélgettünk ezekről a dolgokról nagyon őszintén, és megegyeztünk közösen, hogy valószínűleg a mi útunk az nem közösen fog folytatódni. Hmm. És azért ez egy nagyon intelligens dolog volt az ő részéről is, és hát most már Isten nyugtassa, mert ő meghalt egyébként azóta. Hmm. Én azt gondolom, hogy nagyon hálás lehetek a sorsnak, a jó Istennek, hogy ez így történt. És hogy én is meghallottam azt a picike csengőt, azt a hangot. Mert valószínűleg egyikünknek sem lenne boldog az élete. És akkor utána én is nagyon tudatosan maradtam egyedül, tudatosan sokáig nem engedtem senkit az életemben, mert rendet szerettem volna magamba tenni. Nekem mi a fontos egy társban, mit keresek, mi a legfontosabb. Szóval az ember már ilyenkor szerintem ennyi idősen túl van azon, hogy WC-ülőkét lehajtjuk, felhajtjuk. Szóval ezek nem lényeges dolgok az életben. Bocsánat, ez csak egy dolgot tennék hozzá. Az én történetem, ez ugye a barátok szerepe milyen fontos. Mert én 99%-ban készen álltam, de megérett arra a helyzet, hogy tudtam, hogy nem lesz a feleségem, hanem a gyerekemmé vált az én akkori társam, vagy párom, vagy barátnőm. De volt két barátom, aki leült velem, és így megkérdezték, hogy te mit akarsz? Nézd meg. És az extra 1%, az volt, hogy valaki őszintén, hogy mennyire fontosak a barátok, mennyire fontosak, hogy ne azt mondják, amit én hallani akarok, hanem hogy igazán tegyenek fel azt a rendet, amit ők is láttak. És akkor, amikor ez egy ilyen végső, ilyen kis bezárult a kör, hogy kívülről is, ha ez így tűnik. De, és nem az volt, hanem hogy látszott messziről is. És teljesen, mondom, 99%-ban voltam készen, amikor ők megint csak megkérdezték ezt tőlem, és akkor tudtam, hogy 100. Hogy segítsünk egymásnak, mert végignézzük nagyon sokszor, hogy a másik hogy sétál bele, és azt mondjuk a végén, hát ezt tudtam előre. De nem veszük a fáradtságot, hogy szóljunk hogy neki. Szeretettel, finoman, vezetgetve, vagy csak megkérdezni, én nekem is ezt az, csak megkérdezni, hogy... Nekem is volt ilyen tapasztalatom, hogy a legjobb barátom láttam, hogy tönkre fogja tenni az életét azzal, akivel éppen, nem éppen, mert az volt számára az első hölgy, és utólag, amikor pár év kínlódás után aztán elváltak, meg egy gyerekkel, közös gyerekkel a hátuk mögött, így mondva, elváltak, és amikor ezt átbeszéltem vele évek múltán, azt kérdezte, miért nem mondtad ezt meg nekem? Tehát mondom, figyelj, olyan állapotban volt, hogy láttam, hogy abszolút nem hallgatnál, sőt, majdnem, hogy ellenségedé lettem volna, mert annyira láttam, hogy bele vagy zúgva, tehát egy érett idősebb nő megfogta magának a jó partit, és ő meg nem volt tapasztalata a srácnak. És én ezt mind láttam, de nem mertem neki megmondani, pedig a legjobb barátomot. Lehet, hogy tényleg hibáztam, nem tudom, de úgy ítélte meg a helyzetet, hogy őt is elveszítettem. És egy másik esetben megmondtam, elveszítettem, azóta se vagyunk barátok. És igazam lett, egyébként ráadásul igazam is lett, de nem az a lényeg, hogy nekem igazam van. Mind a két oldalról kell egy intelligencia ehhez a dologhoz, nyilván. Igen, egy fogadókészség is kell azért hozzá. És itt jön be az, ez a lila köd, nekem most ez jutott eszembe, hogy amit mondunk, ez a, amikor így fürdünk az érzelmekben, megy a kémia, és egy mindent eláraszt, minden. És az Imre szokta mondani, és én azt gondolom, hogy az én életemben is nagyon sokszor ez segített, hogy el kell menni egy hideg zuhanyt venni. Akármennyire is a meleg ágyikó az nagyon meg tudja zavarni, bocsánat. Abszolút. Mert ez az élet valóságban. Főleg egy ilyen házassági döntés előtt azért fele szív, de a fele ugye a racionalitás is kell legyen. Azért sok mindent át kell nézni, főleg a mai világban, amikor semmit nem tudsz a másikról. Nulla információ. Régebben egy faluban nagyon sokat tudtál róla, és még úgy is elég érdekes volt. Ennek most semmit nem tudunk róla. Tehát a fele először az egész szívből indul, de aztán vissza kell csökkennie.
a szívnek felére, és sok mindent elő kell még venni. De meg hát kell a fentiek vezetés is. Igen, és most így csak eszembe jutott, hogy ennek ellenére azért a mi kezdetünk is egy nagyon érzelmes kezdet volt. Mi nagyon hamar mind a ketten megengedtük magunknak azt, hogy megnyissuk a szívünket egymás felé. Tehát, hogy ugyanakkor persze ott volt mellette az a fajta racionalitás is, hogy mit keresünk, már tudjuk, hogy az megvan a másikban. És ez a kettősség szerintem, hogy a nagy dolgok ennyire stimmelnek, az alap dolgok, ez annyi mindenen átvisz. Uh-huh. Ez tényleg olyan lényegtelenné tesz, nem tudom, pici apró idegesítő szokásokat akár. Az már nem számít. Tehát, mert nem az számít, nem abba fogok beleakadni. Azért kovácsoltak odaföntről is, tehát azért edzették a vasat, mert ugye mi nagyon gyorsan a házasság után megszületett az első gyerekünk, aki úgyis egy nagyon nehéz szülés volt. Tehát nehéz. Azt hittük, hogy eleve holtan születik, tehát úgy hozták ki, olyan volt az egész ugye maga a világra jövetelének a teljes körülményi köre, hogy azt hittük, hogy elveszítjük. És a ez volt az első. Utána következett egy méhen kívüli, ugye ilyen, hogy mondjam, kihívás, ami megint csak egy nagyon súlyos lelki és fizikai problémákkal együtt járó együttes. Amikor azzal fenyegették, hogy már van egy gyereke, akkor a méhét is ki kellene venni, és akkor viszontlátásra, és hogy hogyan vergődtünk ezen át, és utána következett egy olyan nehéz szülésünk, amikor is egy ilyen ugye komplikáció miatt anyamentésből 920 grammal startolt el a kisebbik lányunk, ami azért nagyon pici, 920 gramm, és az Eszter is majdnem belehalt ebbe, tehát ott mind a ketten. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy volt egy ilyen alap együttállás, de valószínűleg ezt a, hogy az üllőre rátettek bennünket, és újra meg újra fölhevítettek, és újra meg újra összekovácsoltak, ez jót tett nekünk. De nem estünk szét, tehát néha-néha, amikor voltak olyan hullámvölgyek, akkor elmentünk és segítséget kértünk szakemberektől, hogy üljünk le, mert éreztük, hogy olyankor kell a támogatás. És mi volt ez, amiben nem de amikor már nem tudtuk azért ezeket egyedül feldolgozni. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván egy inkubátor mellett egy ember teljesítel megtanul imádkozni. Tehát amikor nincs más, mert azt mondják, hogy mindig 24 órában számoljuk az időt, és minden 24 órában meglátjuk, hogy a gyermek túlélte. Tehát körülbelül így indulunk el, semmilyen ígérettel. Tehát, hogy nincs semmilyen kapaszkodó. Na, akinek ott nincs hite, az nem tudom, hogy csinálja végig. Azt tehát az nem tudom, hogy mibe kapaszkodik bele. Bocsánat, az orvosoknak az volt a kiadott protokoll, tehát hogyha megkérdezték, hogy hogy van a gyerekünk, akkor azt kellett mondják kötelező módon, hogy most jól. Soha nem mondták, hogy jól. Azt mondták, most jól. Az mindig azt üzente, hogy már még pillanatban lehet szörnyű katasztrófa, agyvérzés, halál. És azért tegyük hozzá azt is, hogy ebben a helyzetben sok apuka annyira összeroppan, hogy ott hagyja egy ilyen helyzetben az anyukát egy ilyen nagyon beteg gyerekkel, mert egy ilyen koraszülött gyerek, akár mi is történik, az nagyon beteg. Tehát ott még ők nagyon sokáig az intenzív osztályon vannak. Nekünk egyébként mind a két lányunk teljesen egészséges, a kicsike is, tehát aki 920 grammal született, mondhatnánk őt is egy isteni csodának, mert egy 27 hétre született 920 grammos koraszülött, ilyen extrém kicsi súlyú koraszülött, hát az, hogy ő szövődmények nélkül 11 éves, és tényleg minden szövődmény... Két anyelvű iskolában... Tornázva, ezt is mondhatjuk azt, hogy köszönjük az isteni gondviselésnek, tehát hálát adni is megtanul az ember. De vannak azért azok a pontok, amikor azt érzi az ember, hogy mi nagyon sok mindent megoldunk együtt, magunkban feldolgozzuk, de van az, amikor nem megy. Tehát van azt észre kell venni, vagy megsegítjük egymást. Tehát ha az egyik mélyebben van, akkor a másik segíti át rajta, és fordítva Bibliai. Is. Igen. De van az a pont, amikor már egyikünk sem bírja mondjuk a terheket, és akkor meg észrevesszük azt, hogy kell egy segítség, kell egy külső segítség. Nekünk most segítségre van szükségünk. Szoktatok együtt imádkozni? Igen. 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 Igen.
Mert az is egy segítség, de mostanában igen. Igen, de akkor még ugye mi mindig is a hit útján jártunk, de ez is olyan szépen bomlik ki a mi életünkbe, hogy egészen más a vasárnaponként istentiszteletre járni, mint az, hogy a minden napunknak az állandó részévé tenni ezt a fajta állandó felcsatoltságot, mint a villamos, ugye, hogy fentről szedjük az áramot. Tehát, hogy ez, mert ugye azelőtt lehet, hogy hév voltunk, és lentről vettünk föl áramot, de most meg villamosok lettünk. És ez is egy ilyen, ugye van, amikor akkora hajtás van, hogy csak a katasztrófába imádkozik nagyon sokat az ember, de aztán, amikor a mindennapnak a részévé válik, akkor a szürke hétköznapokban is van vezetés, és ott is vannak szürke hétköznapi problémák, és nem csak a problémák, hanem az örömökben, meg a hálaadás, az nagyon fontos. Pont ez volt az életünkben, a hálaadás. Mi életünkben nagyon sok mindenért adhatunk hálát végső soron, és ez milyen jó. Szerintem ez egyébként a gyerekeinkkel is egy nagyon jó dolog, amikor hangosan kimondjuk az olyan hétköznapi dolgokat is, hogy ma is felkeltünk, és mindenki egészséges, és hogy ezért hálát adunk, és így indíthattuk el a napot. És az étkezéseknél, ugye, ez egy fontos dolog, hogy, mert úgy tűnik, hogy ez egy apróság, pedig nem apróság, és minden nap mi alkalmak vannak arra, hogy a mindennapi kenyerünkért adjunk hálát, és az is milyen szép dolog. Tehát nem az, hogy karácsonykor adjunk hálát, hogy milyen sok ajándékot kaptunk, és akkor se. Tehát, hanem... És mindig ez jut eszembe, szóval, hogy most nekünk tényleg milyen nagy amplitúdójú életet élünk, nekünk elég nagyok a próbatételeink is, tehát meg nagyok is voltak, és ezért hálásak is lehetünk, mert sok mindent megtanítottak nekünk, de az embereknek vannak, és nekünk is vannak ilyen mindennapos próbatételeink, meg mindennapos súrlódásaink, meg kihívásaink, meg egymással, és hogy ezeken is át tudnak ezek a dolgok vinni, és ez van, ez mindenkinek van az életében. A mai világban, ez az Instagram világ, meg ez a kifelé mit mutatunk világban, mindenki olyan tökéletesnek tűnik. És most volt a gálánk, ahol találkoztam egy Gránit Oroszlán feleségével, és beszélgettünk, és így szóba került, hogy miken mentünk át az életünkön, és így azt mondta, és úgy megütött, hogy mindig kívülről tűnik mindenki olyan sérthetetlennek, olyan tökéletesnek minden, és hogy nem biztos, hogy az emberek látják, hogy milyen nehézségeken mennek át azok a párok, akik utána megerősödve jönnek ki belőle. És hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, hogy nehézség van, és az természetes, hogy van. És ez kell megtanulni, ezen túlmenni. Talán az a nagy probléma most a házasságban, hogy nincs nehézség. Tehát nagyon kevés, túl sok embernek túl könnyen jön, túl minden. Könnyen megy minden. Igen. És nem lesz olyan helyzet, és az első nehézségbe buknak bele. Nem, aki egyen túl van, az a másodikon is túl lesz, aki kettőn túl van, az túl lesz az összesen. Én legalábbis így látom. De az első nehézség már olyan szörny, és általában könnyen jön a gyerek, könnyen jön a házasság, van pénz, van lakás, van autó, van munkahely, és akkor az első gyerek után a legnagyobb probléma ez az időbeosztás megváltozása és a felelősség, és ott már annyira összefeszülnek, hogy általában a második gyerek azért születik, hogy hát ha az feloldja a problémát, ugye, de ebből a helyzetből az nem a megoldás, hanem a kegyelemdőfés szokott lenni. Vagy nem születik második gyerek, mert eleve a nő, ha elkezd félni attól, hogy esetleg elválnak, akkor egy gyerekkel el tudok futni, de kettővel már nem annyira. Tehát ez egy demográfiai kérdés is, hogy a férfi hogy állott a lábán, és milyen az ő kapcsolatuk, és a legelső problémát, ugye, hogyha a második gyerek megszületik, akkor amire ő pelenkás lesz, ugye nem illik elhagyni a feleséget, ameddig még ilyen nehéz az élet, de amire óvodába megy a gyerek, és az első gyerek meg iskolába megy éppen, addigra el szoktak válni. És ez a legelső, meg nem oldott problémából származik, hogy nem volt elég. Igaz, hogyha sérült gyerek születik, akkor is általában de nem, elválnak. Nem, én értem, és igazad van, de ez akkor történik, amikor a párválasztásnál
nem egyértelműek a célok, vagy amikor két gyerek házasodik össze, vagy amikor két ilyen nagyon egoista külsőségre... Hát, hogy terhelhetetlen emberek házasodnak hogy, össze. Hogy én azt gondolom, hogy ha egy megalapozott, értékrendi alapú házasság van, akkor ezeken át lehet lendülni. Tehát akkor egy a célotok. Tehát ez visz tovább, ha jól emlékszem, amikor beszéltünk, ez nektek nagyon fontos, és néhány percünk van hátra, csak ezért is szólok közben, hogy esetleg végszónak, ha ezt itt meg tudnátok fogalmazni, hogy együtt csináljátok, ahogy ezt az előbb hallottuk, ezt a gránit oroszlán. Amiből nem is akarsz már kiszállni. Se a házasságból, se a gránit oroszlánból, hogy ez hogy visz előre benneteket a cél? Tudja, nekem, hogy én vezető voltam, azt mondhatom, hogy ugye egyetemista korom óta folyamatosan, és tényleg a nagy szervezeteket, nagy gyárat vezettem, saját vállalkozásokat vezettem, és mégis azt kell, hogy mondjam minden férfinak is, hogy az én életemben az első a család. És akár mekkora missziót viszek, most is korlátozom magam, és azt mondom, hogy például csak este lehet előadásokkal elérni az embereket, mert este szabadok, de én maximum két estét hiányozhatok otthonról egy héten, mert a gyerekeimmel is, ugye iskolások, este tudok együtt lenni. És nem esett szét. Az első a család. És minden más ennek az eszköze. És majd, ha felnőnek a gyerekeim, akkor lehet, hogy heti 3-4 estét is el tudok menni, ha a feleségemet nem fogok hiányozni. Vagy ketten. De, és talán ez lehet a mi szövetségünk alapja, mert ugye az Eszter meg ugye azt mondta, hogy de majd mindjárt, majd mondod te is, hogy ő meg ő is azt mondta, hogy a karrierjét, hogy most akkor most, épp most egy multinacionális cégnek dolgozzon, és éjjel-nappal, és még hétvégén is be kell menni, és akkor mi lesz velünk, ugye? És talán ez az, ami igen, egyértelművé teszi a dolgokat. Én ugyanezt gondolom. Tehát, hogyha nem mindig könnyű, tehát nekem se volt mindig könnyű ezt a karriert feladni, és azt mondani, hogy most a gyerekek. És végignézni adott esetben, hogy volt kollégák azok, akik kevesebb képességgel, vagy, de mivel ők ott maradtak, ezért mennek előre, és mennek előre. De ha az ember mindig azt mondja, hogy de mi a cél, és mi lesz ott a végén, és miért csinálom. És az élet miért van. Az élet miért van. Hát kit érdekel, hogy milyen pozíció van a nevem mögé írva? Tehát attól én nem leszek kevesebb. Az a tudás, az a tapasztalat, az máshogy, máshová fog transformálódni, de nekem mindig a célon kell tartani a szemem. És hogyha ez a közös cél nem esik egybe a pároknál, akkor esélytelen, hogy ők együtt maradjanak. De ha ez a közös cél megvan, akkor csak néha-néha kell felemelni a fejüket a mindennapokból, és figyelmeztetni egymást és magukat, hogy de ezért csináljuk. És akkor újra megint minden lendületet kap szerintem. De bocsánat, nem lehet más közös cél. Mert nem azért szövetkeztünk, hogy mind a kettő a munkahelyen jól teljesítsen, hanem azért szövetkeztünk, hogy az életet továbbadjuk, és ez az igazi közös, és minden, amit máshonnan hordunk be, azt is ide hordjuk be. Csak ezt ma már el kell mondani, mert már hogy érthetetlen, hogy miért nem egyértelmű. Ugye, hogy férfi és nő az élet továbbadására szövetkezik, nem a rezsimegosztásra szövetkeznek, nem az ágy csatára szövetkeznek, nem a közös szórakozásra szövetkeznek. Ezek mind jó, ha vannak, de egyébként az élet továbbadása az, amiben ők behordanak dolgokat, és ha ez a fő fókusz, akkor minden egyértelmű lesz, akkor nincs. Akkor hát olyan... és mi, de mi lehet ennél szebb, meg nemesebb cél? Hogy az élet és az értékek továbbadása. Hát így vagyunk teremtve. És ez egy gyönyörű végszó volt, azt gondolom, mi nagyon hálásak vagyunk. Igazán mondhatjuk, hogy meghallottuk mi a sztoritok, és a Jóisten áldását kívánjuk továbbra is az életetekre, gyerekeitekre, a munkátokra, szolgálatotokra. És nagyon reméljük, hogy a kedves nézők is ugyanígy gondolják, amikor végighallgatták a bedőházas párnak az életsztoriát, a love sztoriát. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Isten áldja Önöket, viszontlátásra! És azután.